Csötönyi László Batta György egy mondat a szeretetről című versével nyitotta meg a Bátaszéki Nyugdíjas Vasúti Alapszervezet gyűlését. Az 59 tagból álló egyesület a pandémia miatt az elmúlt 2 év történéseit tárgyalta meg. A tagokról van csak szó, tehát a tagok életminőségéről, a nyugdíjról például, akkor a mindennapjainkról, mert hát itt már abban a korban élünk, hogy a mindennapokról kell. Miből élünk meg, hogyan élünk meg, kinek mennyi, ugye kevés a nyugdíj, magasak az árak, hát ne is ecseteljem, ugye? Aztán más az, hogy mi a tagoknak nagyon sokféle egyesületnek tagjai vagyunk Budapesten, én is, úgyhogy meg a többi tagtársam is, akik itt vannak, és azoknak segítünk különböző papírokat kitölteni, évközben is, ilyenkor is, különböző szociális segélyeket, de csak a tagdíjból gazdálkodunk, tehát más jövedelmünk nincs. A szervezet tagjait nem csak a szépkorúság köti össze, mindannyian a vasútnál dolgoztak valamilyen pozícióban. Sokan vannak, mozdonyvezetők, meg egyéb helyeken is dolgoztak. Én vezetőjegyvizsgáló voltam 33 évig. Én imádtam a vasutat, szerettem a munkámat, szerettem az embereket, azért vagyok most is itt, mert szerettem az embereket. Már 19 éve én vagyok ennek a szervezetnek az elnöke. Ez feltöltődés is nekünk már ebbe a korba, úgyhogy mert az idősek nem járunk el táncolni, mint a fiatalok, meg szórakozni különböző helyekre, bár el szoktunk menni. Ha hamarabb években volt Bátaszéken nőnap, meghívtak bennünket. Most például a városnapján voltam, ott meghívtak, a bornapokon ott meghívtak, megint voltunk, úgyhogy részt veszünk a különböző eseményeken. Ez kell az embereknek, erre szükségük van. A Vasutasok Szakszervezete országos nyugdíjas szervezetének területi képviselője is részt vett az eseményen, aki elmondta, nagyon fontos, hogy ezek a találkozások létrejöjjenek. Nem tudják elképzelni, mennyire fontos, főleg az egyedülállóknak, hogy van, ahol segítséget kaphatnak, kérhetnek és kaphatnak. Nem a mai világban, hogy pénz nélkül valaki valakinek segít, hát ez nem jellemző. Viszont itt a szakszervezet tagok között nem csak a barátság, hanem annál több van, a segítőkészség, a szívvel való segítés, és én ezt tartom az egyik legfontosabbnak a szakszervezet területén, nem csak Bátaszéken, a területen lévő összes nyugdíjas klubnál. Sajnos a taglétszám csökken. Molnár Géza azt is hozzátette, hogy mivel ezek az emberek évtizedeken keresztül dolgoztak együtt, így már inkább egy tágabb családi kötelék van köztük. Más a nexus, más a barátság, más az, hogy én felhívlak, te gyere, segíts behordani a fát, vagy gyere, mert most nekem fáj a derekam, és most nem tudom ezt a munkát megcsinálni, légy szíves, gyere segíteni, és jönnek, tehát segítenek is egymásnak. Tehát a mindennapi életbe is felhasználják, bocsánat, ez a rossz kifejezés, hogy felhasználják, de így van, egymás barátságát és segítségét. Itt a létszámhoz viszonyítva nagyon jó, akik eljöttek a mai napon. Tehát ez valahogy, mondtam is Marikának, ez rajtad múlott, vagy az embereken, az itt lévő tagokon, de viszont büszke vagyok arra, és Bátaszék városára is. Mert itt mindig úgy fogadják a nyugdíjasokat, az önkormányzat, én most már x éve járok ide, legalább 6-8 éve, és mindig azt veszem észre, hogy a város vezetése szívén viseli a vasutas nyugdíjasok helyzetét. A területi képviselő kiemelte azt is, miért olyan fontos ezeknek a szervezeteknek a megléte. Meghosszabbítja az életüket, és értékesebbé teszi. Én biztos vagyok benne, főleg azok, akiknek a társuk elhunyt, elhalálozott, azok űr van otthon. És nagyon jó nekik, hogy találkoznak olyanokkal, akikkel régebben is baráti viszonyban voltak, és most újból fel tudták eleveníteni, és nem érzik magukat kirekesztve a társadalom közösségi életéből.